Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Magyarország alaptörvényében rögzített elvárásoknak megfelelően az országgyűlés 2011. december 23-án elfogadta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által benyújtott nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslatot. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 196-os törvény 2012. január 1-én lépett hatályba, és azóta a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás e sarkalatos törvény keretei között folyik az országban. A törvény rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A törvény meghatározza a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonának és kizárólagos gazdasági tevékenységeinek körét, továbbá a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elidegetítésének korlátait és feltételeit. Tisztelt Ház! A felelős vagyongazdálkodás alaptörvényben való foglalása a sarkolatos törvény a 2011. évi törvény szerint az állami és az önkormányzati tulajdon nemzeti vagyon, ezt rögzítette a törvény, szigorúan védett vagyonelemeket sorol föl, napra kész nyilvántartási kötelezettséget ír elő, és kimondja, hogy a nemzeti vagyon kizárólag közfeladat ellátása céljából adható ingyenes használatban. Ez egy új szemléletváltást hozott a nemzeti vagyon vonatkozásában, és tisztázott néhány korábbi évek alatt felhalmozódott problémát és annak megoldását is adta. Nézzük önkényesen néhány a jelenlegi törvénymódosítás főbb indokait, tehát nézzünk néhány ilyen elemet. A nemzeti vagyonról szóló törvény egyes rendelkezéseit az önkormányzatok, illetve más minisztériumok jogászai eltérően értelmezték, és az adott érdekkörök képviseletét látták el, ennek a tisztázása, egyértelműsítése vált szükségessé. Következő indok volt a törvény módosítását illetően a nemzeti vagyon fokozottabb védelme és az egységes jogalkalmazás elősegítése. A törvény egyes fogalmainak forgalomképtelen nemzeti vagyon, hasznosítás, működtetés, pontosítása és az egyes rendelkezések egyértelművé tétele. Pontosítja az egyes eljárásokat, egyben egyszerűsíti is az átláthatósági követelményekre vonatkozó eljárás nagyszámú eszközbeszerzések során állami tulajdonba kerülő nagy tömegű vegyet vagyonelemek jogi helyzetének rendezése is e témakörbe tartozik. A nemzeti vagyon megőrzése és védelmére vonatkozó szabályokat szigorítja az új törvény, illetve a módosítás, és meghatározza a helyi önkormányzatok korlátozottan forgalomképes vagyonelemeit a korlátozás terjedelmének és tartalmának rögzítésével együtt. Változik és változtat a törvény abban is, hogy a társasági részesedések vagyonkezelésben nem adhatók, kizárólag megbízáson alapuló meghatalmazással történhet a tulajdonosi jogok részleges átadása. Tisztáz és pontosít a holdingrendszer kialakítása a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartozó közszolgáltatási tevékenységet is, ahogy az expozéban ez elhangzott. Különösen fontos a vízműszolgáltatók, illetve a közlekedési szolgáltatók esetén is. Magas szintű kormányzati képviselőtestületi kontrollt vezet be az új törvény az állam vagy a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál. 15 éves időkorlátot határoz meg a nemzeti vagyon hasznosítására kötött határozati idejű szerződések tekintetében, és feloldja ezt a ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon felálló 15 éves elidegenítési tilalom előírását az ingyen megszerzett vagy a Nemzeti Eszközkezelő ZRT által vásárolt és az önkormányzatok részére ingyenesen átadott lakóingatlanok esetében. Rögzíti az új törvényjavaslat, és a módosítások indokaként leszögezhetjük,
hogy a konceszió köteles a nemzeti vagyon létrehozásának és működtetésének egyidejű átengedése, vagy már létező nemzeti vagyon működtetésének átengedési kérdését is. Elhangzott az is, de szeretném megerősíteni, hogy a konceszió szerződés határozott időtartalmát általánosan 35 évben állapítja meg az új törvényjavaslat, és egyszeri hosszabbítást, félidejű hosszabbítást tesz lehetővé. A koherencia megteremtése érdekében a javaslat rendelkezik az állami vagyonról szóló, a közúti közlekedésről, a koncesszióról, a vízgazdálkodásról és egyéb törvények módosításának szükségességéről is. Tisztelt Ház, az előttünk lévő törvényjavaslat tehát pontosít, konkretizál és egyértelműsít. Kérem, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslatot megvitatni és támogatni szíveskedjék a tisztelt Ház. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, két